A Miskolctapolca lett a helyiek kedvenc fürdője. A termálfürdő.hu 5. éve hirdeti meg a hazai fürdők versenyét. 3 kategóriában lehetett nevezni, és a vendégek véleménye alapján hirdették ki a győzteseket. A küzdelem nagy volt a helyiek kedvenc fürdője kategóriában, de végül a Miskolctapolcai strandfürdő kapta a legtöbb, több mint 1800 szavazatot. A díjat ma adták át. A helyiek kedvenc fürdőjének járó díjat vehette át a Miskolctapolcai strandfürdő csapata. A taps minden egyes dolgozónak szólt, nélkülük a strand nem nyerhetett volna. Ahhoz, hogy egy minőségi szolgáltatást tudjunk nyújtani, a minőségi kinézeten túl nagyon fontos az, hogy a kollégák is hogyan állnak, hogyan viselkednek a vendégekkel. Nagyon sok olyan pozitív visszajelzésünk van itt is, hogy ez is nagyon sokat fejlődött. A termálfürdő.hu minden évben elindítja az év fürdője közönség szavazást. A 3 kategóriában idén csaknem 200 fürdőverseny. A legnagyobb küzdelem éppen a helyiek kedvenc fürdője kategóriában alakult ki. A Miskolctapolcai strandfürdő több mint 1800 szavazattal nyert. A legnépesebb csoport a helyiek kedvenc fürdője volt, amely vagy kis településeken található, vagy néhány medencével rendelkező fürdőket foglalt magában, és ebben tudott győzedelmeskedni. Van a népes és szoros mezőnyben a Miskolctapolcai strandfürdő. Idén az év regionális fürdője a Makói Hagymatikon fürdő, az év fürdője pedig a Harkányi Gyógy és Strandfürdő lett. Ebben a kategóriában versenyzett a Barlangfürdő is, ami idén is bekerült a top 10-be. A díjátadón elhangzott, a győztes fürdők mindegyikében nagy fejlesztések történnek. A Miskolctapolcai strand második üteme jól halad. A 12 milliárd forintos beruházás után a későbbiekben biztosan az évfürdője kategóriában versenyez majd.